Ötödik éve annak, hogy a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár sikeresen pályázik a Nemzeti Kulturális Alap azon kiírásában, mely a határon túli könyvtárak könyvállományának bővítését célozza. A márai program részeként ezúttal 500 ezer forintra rendelhetett könyveket az udvarhelyi könyvtár. A kiválasztott kötetek a napokban érkeztek meg az intézményben. A kiadók a kiadványaikból listát küldenek, ezekből mi válogatunk az igényeinknek megfelelően, elküldjük az igénylésünket, és ők elbírálják a kéréseinket. Most az idén 500 ezer forint értékben sikerült beszerezzünk gyerekirodalmi könyveket, szépirodalmi, kortárs irodalmi műveket, tudományos könyveket, mint például pedagógiai könyvek, egészségügyi könyvek, történelem, és ehhez hasonló témájú könyveket. A könyvtár állománya jelenleg mintegy 140 ezer kötetből áll, az aktív olvasók száma pedig 4 ezer, hasonlóan a tavalyihoz, tudtuk meg az intézmény munkatársaitól. Ami a legnépszerűbb könyveket illeti, továbbra is érvényes az a trend, miszerint a széles körben mediatizált könyvek örvendenek kiemelt érdeklődésnek, például hosszú a várólista Bánfi Miklós Erdély történet trilógiájára, de Dragomán György és Péterfi Gergely kortárs magyar írók műveire is várni kell. A fiatal generáció szívesen lapozgatja Veronika Roth trilógiáját, a Beavatott, a Lázadó és a Hűséges címeket viselő példányukat már a hatodik osztályosok is keresik. A kicsik körében szintén kedveltek a kortárs írók művei, ezekből számos új példány érkezett a márai program révén. Az intézmény egyébként december 24-én és 31-én is nyitva lesz déli 1 óráig, a két ünnep között pedig délután 5 óráig várják az olvasókat, sőt a karácsonyi vásáron is találkozhatunk a munkatársakkal, hisz naponta délután 6 és 8 óra között népmeséket vetítenek a gyermekek legnagyobb örömére.